Az öregek ne szavazzanak. Forradalmi gyógyítási módszerek a magyar kórházakban. A kommunizmust Isten bünteti. Az idióták nem hagyják annyiban. Szerintem muszáj foglalkoznunk azzal, hogy a Magyar Péter bejelentette a pártját, de nyilván túl sok mindent nem lehet erről mondani. Hát itt tájékoztatunk, azért vagyunk itt, hogy tájékoztassunk titeket, úgyhogy Magyar Péter Tisza párttal. Nem rossz név. Ez Tisztelt és Szabadság párt. Volt egy cikk a pártról, hogy ilyen két ilyen idősebb csávó, inkább ilyen hobbi projektje volt, meg minden. De igazából sok dolgot nem kell belelátni olyan szinten, hogy mi volt eddig a pártban, mert hát pont olyat keresett, ami eddig ilyen félhalott párt volt. Ja, ez jobb húzások közül való, hogy nem egy észéhez járt be egy DK-hoz vagy MSZP-hez. Egy ilyen halott pártot elvett. Hát nem az olyan játék ez, hogy tudod, hogy nem úgy, hogy teljesen egyedire szabhatod a karaktert, hanem meglévők közül kellett választania. És akkor ennek a logója meg a neve tetszett. Ja. Teljesen mindegy, végül is bármilyen kis pártot választhatott volna, itt úgyis csak a lényeg az volt, hogy akkor tud-e indulni, vagy nem tud indulni. Mi épp eltért vissza? Amúgy ez a kifogta volna a Fidesz vitordájából szelet. Ja, de elvileg amúgy ez egy ilyen jobb középpárt, és hogy, ahogy mondott, tényleg... Az olyan párt, amire ő fogja csinálni. Tehát, hogy ez valami megfontolásból indult, úgy tűnik, legalábbis ebből a cikkből az derül ki. Na mindegy, Magyar Péter elképzeléseiről még nem sokat hallottunk, de valószínűleg az EP-ig olyan sok minden nem is fogunk hallani. Erre várt, hogy ez volt az indok, hogy vár a párt bejelentéssel, mert hogy ne tudják támadni, de igazából itt ezen mit tudnak támadni? Nyilván már kitalálták, de... Szerintem ez a kavarás része volt. Ja. Az, hogyha megnézed, Magyar Péter mindig egymásra ellentmondó kijelentéseket tesz, amit szerintem nem jó hosszú távon, de lehet, hogy amúgy rövid távon meg ezt kell, ki tudja. Lehet, hogy ez amúgy iszonyúan idegesíti a Rogánt, meg az Orbánt, hogy azt mondja, hogy hát ezt majd csak az utolsó pillanatban mondom el, és akkor másnap elmondja. Jó, van ez így. Én a Barninak megjelent az itala. Megrendeltem mind a három fajtából. Ahogy látom, már nagyon régóta dolgozik rajta. Megnéztem a videót, és ilyen 2022-es bevágások is voltak. Megnézted a Bálna videóit is róla? Nem, azt pont nem. Szoktam nézni néha. Gondoltam, hogy megkóstolom az ízeket, szénsavas, úgyhogy nem ihatsz. Ez amúgy nem kell megkóstolnom, pontosan tudom, milyen az íze. Ilyen sárgás zöld. Olyan az íze? Azt a színe volt, nem? És az íze is. Én olyan édesítő mellékiszt érzek, miközben nem is biztos, hogy van benne édesítő, vagy van. De nincs benne koffein, nincs meg egy mindenféle cukor sincs, vagy nagyon kevés cukor van benne. Cserébe úgy hallottam, hogy nem a legolcsóbb dolog. Nem az. Ja, amúgy én csak azt raktam be, hogy én meg, hogyha már így egészséghét, pár hete így gondolkozom ezen a dolgon, hogy tök jól nem mondjuk, hogy úgy is iszom tejet. És így kerestem ilyen honlapokat, ahol termelői dolgokat lehet rendelni. Biztos van erre egy tökéletes honlap, de még nem találtam meg. Legtöbb ilyen úgy nézem, hogy heti egyszer visznek ki. Általában pénteken, pedig hát pont hétfőre szeretném amúgy a cuccokat, de mindegy. Amúgy van egy a házi tejesnek a honlapját, így beraktam, hogy mindenféle házi tejtermék, és akkor kihozzák, de nem sikerült rendelnem. Mi az, hogy nem sikerült? Azt mondta, hogy nem mehetek tovább, mert be kell állítani a kiszállítást, de nem tudtam beállítani, nem lehetett választani. Mert hogy szerintem rosszul írtam be a címem, pedig jól írtam be a címem. És próbáltad máshogy is. És... Nem sok fajtaképpen lehet beírni a címemet, úgyhogy akkor feladtam. Amúgy is már kicsit idegesített, hogy nem lehet a bankkártyával fizetni a izéjét. De mindegy, azért gondoltam, hogy hát adtok tippeket, hogy van-e valamilyen holnap, ahol tök jó termelői dolgokat lehet rendelni, és akkor kihozzák heti egyszer. Én azt támogatnám, meg megnézni, meg tesztelném ezeket. Az igazi termelő nem szállít házba. Szerintem ez nem igaz, mert egy idő után az ember rákényszerül, hogy haladjon a korral, és rájön egy termelő, rájön, hogy adhat interneten egy csomó terméket, akkor utána megy a többi is. Szóval azért ez nem egy ördögtől való dolog, hogy az interneten összefogják ezeket, és aztán összeszedik és kiszállítják. Vagy ez olyan ördögtől való? Én azt mondom, a svédekről hallottam, de ez nem biztos, hogy a legmegbízhatóbb forrásból. De akkor csak tételezzük föl, hogy van egy ilyen lehetőségünk, mert hát van egy ilyen lehetőségünk, hogy összeállnak termelők, mondjuk neked is van 8-10 tehened, nekem is van 8-10 tehenem, és akkor hát így a faluban így megpróbáljuk eladni a tejet, de hát, ja, hát azért nem fog mind elfogyni esetleg. Jó, el kell vinni valahova, jó szomszéd falu. És hát miért ne csinálnánk azt, hogy felveszünk egy embert, aki elviszi a városba. És aztán utána már nem ketten leszünk mondjuk, hanem összeállunk százan. Megegyezünk mondjuk, nem tudom, az Aldival, és akkor oda szállítjuk. És nyilván ugye ingadozik, mert hát kistermelők vagyunk, de hát vagyunk százan. Akik összeálltunk, de nincs köztünk egy nagy ker, ami meg lefölözi az egészet. Hanem magunknak megcsináljuk, és hogyha már ezren állunk össze, és nem csak tej, hanem mindenféle más dolgok,
akkor meg nagyon jól tudjuk képviselni az érdekeinket. Most nyilván onnantól kezdve meg már bejön az a probléma, hogy egymás torkának esik az ezer ember, de akkor is egy helyről jövő, azonos problémákkal szembesülő emberek állnak össze, és nem pedig valaki olyan képviseli őket, aki telibe szarja, hogy amúgy mi van velük. Azt mondja a republikánus szenátor jelölt, vagy ki ez, vagy bazzeg, az öregek ne szavazhassanak. Azt javasolja ugyanis Eric Hove, hogy az öregek otthonában már ne szavazhassanak, akik ott vannak, lakók, mert nekik már csak 5-6 hónapjuk van hátra. Ez érdekes, de az akkor nem zavarja, amikor ugyanez ez a korosztály indul az... elnökségén. De nem, náluk az ő izébe, államában ott a demokratára szavaznak az öregek. Ja, ez a baj. Meg felmerült az a kétsége és ez nem zavarja őt, hogy Trump is annyi idős, mint amelyiknek. Hogy egy elnöknek ne indulhasson az, akinek 5-6 hónapja van hátra. Igen, hát neki van nyilván több, de egyikük sem már egy mai csirke, hogy úgy mondjam. De jó, hát ez is egy érdekes megközelítés. Hát érdekes lenne, hogyha valami érv lenne, de nyilván hát csak az az érvet, hogy ne szavazhassanak azok, akik nem rám szavaznak, és akkor ezt körülírom valahogy más az ne, meg. Ne, azt is mondta, hogy például az idősek otthonában, ugye honnan tudjuk, hogy tényleg az idősek szavaztak, vagy csak oda vittek. Ezt kéne megoldani, ezt nekik kell megoldani. Az államnak? Hát, mint amikor a Trump hisztizik, hogy elcsalták a szavazást, amit ugye ők szerveztek. Tehát nem ők, de hogy érted. Ja, de mindig van egy háttérhatalom, tudom. Figyelj, itthon is érdekes lenne, hogyha nem szavaznának az idősek. Biztos egy kicsit máshogy néznek ki. Amúgy szerintem ez is lehetne egy vadidő beszélgetés kérdése, nem? Tehát végül is az, hogy hány éves korig lehessen szavazni. Az, hogy valaki valamilyen kor felett mondjuk már ne vezethess, azt szerintem ott lehetnek jogos dolgok, mert már lehet, hogy nagyon rosszul lát az ember, meg lassabban reagál. És egy csomó idő és ember ez magától tudja, és inkább nem vezet, van, aki megvezet, és jönnek a videók, hogy szembe megy az autópályán. Ember életeket veszélyeztet, azt sokkal szigorúbban kéne ellenőrizni, mert ott tényleg nagyon necces dolgok vannak. De a szavazást ezt milyen jogon veszed el? Még akkor is, hogyha tudsz érvelni amellett, hogy igen, könnyű megvezetni itthon is egy csomó nyugdíjas, de hát ez minden oldalról könnyű megvezetni, DK oldalról is akár. Meg nem csak a nyugdíjasokat, nagyon sok mindenkit megvezet. Hát igen, csak... Téged is megvezetett a Magyar Péter. Tudom. A messiás tárcben. Ja, igen, azt hallottam a Deák Danitól, vagy a Bohártól, nem tudom épp melyik. De szerintem nem nagyon van jogod elvenni valakinek a szavazatát. Iskolához kötné valaki, de az meg megint egy ilyen szegregáció, mert az, hogy valaki milyen iskolát végzett, az nem feltétlenül rajta múlott, hanem az, hogy milyen családba született, milyen körülmények közé, milyen környezetbe. Hát ezek a szavazati cenzusok, ezek szavazójogi cenzusok, ezek jellemzően olyan társaságokban merülnek fel, amúgy valid lehetőségként, ahol az is elhangzik, hogy a országházat föl kell gyújtani, csak az épületért lennek ár. Minden politikus börtönbe kell. Minden, igen. Tehát 14 és 16 éves kor között ez szerintem rendben van, hogy ilyeneket mondanak az emberek, majd megjön az eszük, de talán nem tudom. Ja, tehát kell gondolni. Nyilván van, amit még viszonylag friss. Most azt is átgondolhatnánk, hogy ez most belet vezetve pár évtizede, és most bevált-e, mint a nők szavazati joga. Azt gondolod, hogy így 104 év távlatában, vagy 106 év távlatában ideje lenne ezt újra gondolni? Hát, miért, mióta van itthon szavazás? 1918. Jó, de olyan rendes demokrata. Az a baj, hogy minek mond ilyeneket egy politikus, biztos figyelemfelhívó, de ő se tudja, hogy nem lesz ebből semmi, ő se tudja, hogy Amerikának az egyik alapja az a szabadság, az, hogy erre büszkék, hogy mindenki szabad, véleménynyilvánítás van, stb. Szóval nyilván nem fogják elvenni a szavazatot, ami óriási becsben van tartva ott. Amúgy itt a véleménycikkeknél látok egy jó címet, hanem hogy kinek a feladata, hogy megvédje a fekete embereket az AI-tól. Közben az öreg Rudy Giuliani, hogyha még emlékeztek rá, ő volt New York bogármestere, itt kellemes bácsi, azóta Trumpos lett. Lehet, régen is az volt, vannak furcsaságai. Most épp azt mondta, hogy ott New York környékén volt földrengés. Uh-huh. Azt mondta, hogy ahogy ment át így New York felől, így mindenhol látta, hogy milyen földrengések voltak, és ahogy átért egy ilyen republikánus államba, ami legutóbb republikánus támogató volt, ott már nem volt földrengés. És azt mondja, hogy a földrengések a kommunista amerikai államokat sújtják. Azt mondja, hogy ezen érdemes elgondolkodni.
Hát ezen el lehet gondolkozni, és az lenne az a gondolkozásom föllapja, hogy miért van még bármilyen pozícióban egy ilyen agyhalott. De úgy látszik, hogy Amerikában van az életutadnak egy ilyen éve, és amikor már lassan öreg vagy ahhoz is, hogy öregek otthonában legyél, akkor mész politikusnak. Mi az átlag életkorban ezek a kongresszusban is valami borzalmas? Nem tudom, de ez nem azért van, mert addigra már elég bölcsek lesznek. Hanem. Úgy tűnik a Trump meg a Biden az a bölcsességéről híres. De ez Giuliani ez lehet? Mi van, hogyha bebizonyosodik, hogy tényleg a kommunizmus vonza a földrengéseket? Szerintem az nem segít, hogyha valaki, amúgy például Giuliani, ez nem, tehát nem most került be a politikába, ő már ott van. Hát igen, ott is azt segít. 2001-ben is már ő volt New York kormányzója, vagy polgármester, akik nem így tudom, de... öröklődnek. Most már nem úgy, mint a királyok, de ugyanúgy ez egy belső, felső, igen, dinasztiák vannak, körök, amikben ha benne vagy, akkor sokkal könnyebb. Egyszerűen kívülről bekerülni ebbe a politikus körbe már nem nagyon lehet szerintem, vagy nagyon nehezen. Ez egy ilyen belterjes közeg az amerikai politika, és évtizedekig tapossák egymást, hogy valami pozícióba kerülhessenek. De hogyha azt mondod, ez mindenhol így van. Ja, csak ott nagyobb az a nagyobb ország, és régebbi a demokrácia, szóval kicsit több ideje volt ennek kialakulni. Én meg azt gondolom, hogy egy kicsit szembeötőbb a kialakulása, mert ugye volt egy, amikor kivívták a függetlenségüket, akkor ott egy teljes újraelosztása volt a hatalomnak. Nálunk valahogy mindig, amikor valami újrarendeződés van, vagy átrendeződés, akkor mindig a korábbi hatalom átmenti magát. És ott volt egy időszak, amikor ténylegesen a képességeid és az eszed, az ügyességed az meg tudta határozni a felemelkedésedet, míg nálunk mindig korlátozottan volt, vagy legalábbis már egy jó ideje korlátozottan van. Túl sok régi elit próbálja a saját helyzetét fenntartani. Ott mostanra van kialakulva már ez a régi elit. Arról nem is beszélve, hogy Amerikában, meg hát máshogy, de Amerikában ez a lobby tevékenységek az valami fantasztikus világ amúgy, ami megérne egy külön sorozatot is akár szerintem, hogy milyen érdekcsoportoknak milyen lobby tevékenysége van, és hogy ez mennyire be van ágyazódva az amerikai politika alapjaiba pénzügyileg, ez fantasztikus, érdekes szerintem, hogy olyan iparágak, amik mondjuk pár százalékot tesznek ki, lehet, hogy a lobby által ilyen tízszer akkora befolyásuk van. Gondolok itt például a cukoriparra, meg ilyenekre, de hogy van egy csomó, az, hogy a lobby mennyire befolyásolja a politikát és pénzeli, az nagyon érdekes, és nem is értem, hogy ez hogy lehetséges ennyire. Hát igen, itthon nem lobbizik a Mészáros, hanem a Orbánnak a kitartottja a Mészáros, ez egy más dolog. A Csányi mondjuk. Ott meg a politikusok, a cégek kitartottjai. Ezeken össze tudnak veszni az emberek, hogy Trump vagy Biden, miközben egyik sem őket képviselni, hanem főleg az, hogy éppen kinek a lobby tevékenysége van rájuk nagyobb hatása. És emberek itthon össze tudnak veszni ezen. Ja, és emberek itthon is tudnak rajongani. Bidenél is biztos tudnak, de sok Biden rajongót nem láttam, ha csak nem valaki más süti rá, hogy Biden rajongó. És ismersz egy Trump rajongót például? Egy Trump rajongót ismerek, és... Tudsz mondani egy Trump rajongó ember? Hát azt mondom, egy normális országban a Trump rajongó az mondjuk inkább a vidéki kocsma egyik sötét zugába kéne keresni őket, nem az ország élén. Oh. Amúgy pont most dobta fel a YouTube-ra. Nem is arra gondoltam, hogy vidéki kocsma, hanem inkább az, hogy egy ilyen nagyon nis közösség, aki valamilyen Amerika rajongó, és akkor azon belül van egy ember, aki... Na mindegy, igen, mit dobott fel? Filmrészletet, és majd belenéztem, és az egyik kedvenc filmem van, a top 10 film nálam, a Big Short, rengetegszer láttam, és azt megunhatatlan. Szép, bármikor meg tudom nézni. Az annyira jó az a film, hogy szórakoztató, közben nagyon érdekes, remek színészek, az egésznek a flója jó, a stílusa jó. Big Shortot, ha nem láttátok, akkor nézzétek meg, a világválságról szól amúgy, hogy hogyan alakult ki, és szerintem nagyon jó stílusban adja, nagyon emészhető, és ezt mindenképp nézzétek meg, és majd holnap írjátok be, hogy tetszett, mert ez tényleg egy olyan film, ami úgy örülnék, hogy még nem láttam, mert tudom, hogy nagyon szórakoztató lesz, és nagyon érdekes, és fantasztikus, ja. Na jó, de hát Amerika nem teljes egész egy ilyen nyomorult kommunikációs hiba és visszamaradottság, hanem van például Arizona állam, ahol újra életbe lép egy 1864-es abortusztilalmi törvény. Előre megyünk, nem hátra. Igen. Hát ott múltkor azt mondtad, hogy az egész világ előre megy, és csak mi megyünk itt folyamatosan szembe, tessék. Ez Amerika. Érdekes ez a kettősség, hogy a legnagyobb lipsi hely, van állam, ami ilyen nagyon lipsi irányba megy, van, ami meg így nagyon konzervatív irányba, és így nagyon érdekes, hogy ezeket állami szinten így ennyire eltérő lehet egy ország. Szóval azt gondolom, hogy az abortuszt ezt nem biztos, hogy állami szinten kéne kezelni, de hát ez biztos, hogy már van róla vita elég.
Hogy érted, hogy meg az, hogy megcsinált valamit szín... egy állam, amit mondjuk a másik államban meg lehet. Nem is azt, hanem mondjuk az amerikai elnök azt teljes mértékben ellenzi. Jó, azért ne úgy működjenek már az országok. Nem úgy, de az elnök, meg ami, az de az elnök, akit megválasztottál, és ezt képviseli az egész pártjában. Jó, amúgy az amerikai képviseleti rendszer az azért szerintem nem túl jó. Nem, hát nem arányos amúgy, és ez minden... Nem csak nem arányos, hanem egy rakás szar, de az, hogy az államoknak van saját fennhatóságuk, az azért szerintem egy fontos dolog. Ezt nem kell elvitatni, de amúgy ettől se kell nagyon beszarni, mert tehát az van, hogy most, hogyha 14 napon belül valaki indítványozza a felülvizsgálatát ennek a jogszabálynak, akkor még évekig el fog húzódni, hogy erről döntsenek, és amúgy Arizonában meg az ottani legfelsőbb bíra, vagy ki volt az, akinek ez a hatáskörében van, az azt mondta, hogy ez alapján nem lehet Arizonába elítélni embereket, csak eddig még volt fölötte egy ilyen országos döntés is, most meg az eltűnt, úgyhogy most újra vita lesz róla, de elvileg Amerikában is népszavazási kezdeményezés van erről, hogy legyen egy népszavazás, döntse el, hogy legyen-e joga a nőknek az abortusz. Ez a baj, hogy nem erről fog szólni. Már nem erről szólnak. És úgy érzem, hogy egy abortusz tilalom kérdése az megint ilyen demokrata versus republikánus vita lesz, igen, ahelyett, hogy az ügyről beszélnek, és lehet, hogy egy demokrata abortusz ellenes, egy republikánus meg lehet győzni, hogy ez azért nem része a dolognak, és de nehezen tudom elképzelni, hogy ebből ne legyen egy ilyen olyan vita, ami inkább ilyen pártállásról szól megint. Alapvetően amúgy az embereknek a nagy része nincs szerintem ellene az abortusznak Amerikában. Amúgy ez is tényleg olyan érdekes, hogy igazad van, hogy párt kérdést csinálnak belőle, miközben amúgy erről nagyon sokat lehetne beszélni, és már egyszer-kétszer említettem, hogy ez egy nagyon komoly és nagyon valid vita, és nyilván aki abortusz mellett dönt, az is kevés olyan ember van, aki telibe szarja amúgy az abortuszt, és csak így elmegy abortuszra. Hát ez nem egy ilyen laza programocska. Hát igen, mert ez biztos, hogy lelkileg és testileg is nagyon megterhelő. És biztos van, akit nem, de lehet, hogy ezt meg csak direkt nem akar ezzel foglalkozni, és elnyomja ezt az egészet. De szerintem senki nem úgy tekint erre, mint egy jó hétvégi programra. Viszont valamiért az emberek jóval nagyobb része nyugaton is mégis úgy gondolja, hogy fontos, hogy meglegyen rá a lehetőség. De ja, sokat lehet erről vitázni, és lehet, hogy érdemes is lenne. Nem csak Amerikában történnek vicces, érdekes esetek, hanem nálunk is. Kézrátétellel gyógyítanak az Orosházi Kórház egészségfejlesztő irodájában. Szakértő vagyok ebben az ügyben. Pont erről beszéltél a Fókusz, igen. Hogy fogsz beszélni a Fókusz csoportban. Judit, meg én is szakértő lettünk ebben az ügyben, mert ő segített ugye szerkeszteni azt az adást, amit most hétvégén láthattok is majd a Fókusz csoport csatornán. Erről a témáról szól, úgyhogy nem tudtam, hogy ilyen aktuális, hogy lenyomtam kedden a streamet, több mint 3 órás stream volt, szóval nem lesz rövid a videó, de amúgy sok szál összefut, sok spiri szál összefut ebben a videóban, amúgy egy kb. Spiri Avengers. Igen, és ez a excess consciousness, vagy valamilyen spiri vonal, félig szekta, félig business, nem félig, aki business. Ők nyomják, és mindegy, az a lényeg, hogy így egy nap alatt megtanulható orvoslási módszer, ami ott úgy kell, hogy van a fejeden 32 pont, és akkor ott nem, még nem fedeztek föl, ezt majd kifejtem a hétvégén. És akkor meg kell nyomkodni pontokat, van pénzpontod is, képzel. Van pénzpontom? Van pénzpont is. Jó, hogy a pénzpontom. És akkor így le kell feküdni, és akkor egy óráig ott feküdni, és akkor így megfogják, így mondjuk ezt így, és így ezt csinálják egy óráig. És akkor meggyógyulsz. Vagy hát nem. Ez nem rossz. Ez sokkal jobb, mint egy végbél tükrözés. Hát kérdés, hogy melyiknek van több értelme, de biztos, hogy van amúgy placebo hatása, már ugye annak, hogy egy óráig. Lehet, hogyha azt mondják, hogy figyelj, most feküdj le ide, és kicsit kipihentebb leszel, és a púzusod is csökkenni fog a végére. Akkor ez vajon amiatt volt... Ez vajon amiatt volt, hogy fizettél 20 000-et valakinek, hogy a ujját azt a fejedre rakja, vagy amiatt, hogy egy órán keresztül feküdtél egy helyben. Ezt majd dönts el a néző, de nem azért foglalkoztuk vele, mert tudtuk, hogy ez aktuális, hanem így nézelődünk az interneten, és valakinél felfedeztem ezt a irányt, ezt az access bar-t, és aztán kicsit utána mentünk, és így kiderült, hogy ez elég elterjedt, és nagyon sokan foglalkoznak vele itthon, de úgy látszik, hogy nagyon jó, jókor éreztünk rá erre a témára, mert orvosházon el lehet menni, és amúgy ingyen kezelnek. Igen, de... valaki mondjuk sosincs semmi ingyen. De tegyük hozzá, hogy ez most, ez pont, ez így...
hogy... fele tújítva ez a kórház, és igen, és például az egészségfejlesztő iroda is amúgy elég jól működő intézmény volt, arról számoltak be ott a helyben dolgozók és a helyiek, csak az új vezetés óta vannak ilyen érdekes dolgok is, amik ilyen újításokat behoztak, de tehát ez elvileg nem kerül semmibe, se az államnak, se annak, aki oda megy, hanem ez a beetető része, Ádám. Ezt magára vállalta az az ember, aki odaáll, és így fogja a fejét. Ez olyan, mint hogyha a plázában ennyi nivalót így osztogatnak, és így megihatod, és nagyon finom, jó, akkor itt lehet megvenni. Igen. De ez külön kiemelik, hogy ezt a módszert az orvostudomány nem tekinti szakmailag megbízhatónak, ezt nem tudom, hogy ezt sejtettétek-e, de a spiritualitás iránt fogékonyak között népszerű kezelésnek számít. Nekem ez... az, ami igazán ijesztő benne. Nyilván nem kizárólag azok az emberek fogékonyak a spiritualitás iránt, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, nincsen pénzük edukálni és idejük edukálni magukat, és megfizetni a megfelelő kezeléseket, de van egy ilyen széles réteg Magyarországon, aki a kilátástalanság miatt fordul a spiritualitás felé. Ezt szerintem állami szinten támogatni, de csak engedni, az egy nem keverném a kórházat. Szőrös dolog. Szóval ez a necces benne. Szóval azt mondod, hogy nem feltétlenül a kórházba tartozik. Szerinted egy ilyen reiki fejtapogatás? Azt. És értem, hogy valakik miért szeretik, hogy befeküdhetnek egy órára, aztán ott valaki fogja a fejüket, de azt gondolom, hogy ez tényleg nem biztos, hogy a kuruzslás kapudrogja itt a kórházon belülre kéne vinnünk. Bezeg, amikor az oviba a drag queen-ek mennek táncolni, azon nagyon kiakadnak, de úgy látszik, ezzel nincs gond, amikor a kuruzslást azt így gyakorlatilag támogatja a kórház. Hát és intézményesül. És amúgy azt, hogy az új vezetés óta ilyen fura, azt mondták, hogy amúgy most fölött újítva dolgok, tök jó. Szakmailag ez egy jó kórház amúgy, de ami ott azonban új vezetője van, szerint a megváltozott és a szakmaiság is megkérdőjelezhető az intézményben. A kórház dolgozóinál a kézrátétes gyógyítás verte ki a biztosítékot. Ez a szintű kuruzslás már szinte bulvár szintet üti meg, a legszomorúbb, hogy ez sajnos a valóság orvosházán. Számomra ez már messze túl van a határon. Amúgy engem is sértene egy kicsit, hogy én itt orvos vagyok, 10 évig tanultam az orvoslást, és itt próbálok megmenteni életeket, meg minden, és akkor kimegyek cigi szünetre, mint orvos, ugye lázanyos vagyok, és egy emelettel lejjebb meg valaki úgy gyógyít, hogy kézrátétellel, ami én tudom, mert szakértője vagyok ennek, egy napos a képzés. Egy napos. Egyetlen egy napos. Egy 10 évig szopsz, hogy orvos legyél, és akkor én is azt mondom, hogy nem bölcs, és egy csomó beteg meg még majd azt mondja, hogy jó, akkor hát meg múltkor voltam azon kézrátéten, az bezzeg segített, igaz, hogy mellette szedtem a gyógyszereket, de hogy én értem, hogy orvosként ez miért lehet frusztráló amúgy. Nincsenek ennek szintjei, Ádám. Ennyi van, ez van. Egy napos képzés, és utána te vagy a reiki mester. De utána még vannak tovább képzések, mert lehet külön képzéseket vásárolni, hogy hogyan lehet az, hogy olyan kézrátételt is megtaníthatsz, bár nem tudom milyen új pontok, vagy az új pontok kombinációja fog változni, hogy ránctalanít. És azt mondja, orvosházan ez ingyen van? Hát ingyen van, aztán utána meg nem tudom. Ez nagyon jó. Lehet, hogy így be kell iratkoznod 10-re, de ez ingyen van az első. 2 alkalom volt ingyen, meglátjuk, hogy a következő mennyibe kerül. Lehet, hogy nem pont ugyanennyibe fog kerülni, mert az, hogy ez a nő ez mindig ott álljon, és akkor nyomkodja hát az emberek fejét ingyen. Azt mondja, hogy jó volt, nagyon jó volt, nagyon jó. Akkor hát igen, sajnos az első volt ingyen. Hogyha ilyen jó dolgot akarsz, akkor vissza kell jönned. És akkor itt van ez a nő, aki egy napos képzés után hétfőn még körmös volt, kedden elment képzésre, szerdán már gyógyított kézrátétele, te maga ott vagy orvosként, és menjél már az anyádba, bazdmeg. Nem tudjuk, hogy nem orvos-e. Lehet, hogy idegsebész, és mellette elvégezt ezt az egynapos képzést. Én úgy érzem, Ádám, hogy én nem vagyok még meggyőzve róla, hogy ez egy annyira rossz dolog. Hát ez lehet, hogy még jobb, mint hogy a sok száz év alatt kialakult gyógyászat. Úgyhogy szerintem meg kell nézni hétvégén egy fókuszcsoport részt erről, hogy ez... Te még nem vagy meggyőzve? Menjél akkor szépen el, aztán... Kussolj, mert csak promozom a szarmisot. Tudom, én meg azt mondom, hogy menjél el, aztán... El is megyek, valaki fogja meg a fejemet, bazdmeg. És kapja kérte pénzt, meg ránctalanodja. Jó, van ez így.
Közben amúgy a Szent Imre kórházban romlott ételt kaptak a betegek, 36-an rosszul lettek, mondták, hogy kezelik a helyzetet, és amint észrevették, akkor többi ember már nem kapott ebből a romlott kajából, biztosan rendeltek nekik a Gundelből, vagy remélem, nem tudom. Leszűrik a tanulságot a kormányban, és többet nem kapnak kaját a kórházban az emberek. Igen, akkor nem lesznek rosszul tőle. Igen. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy akik rosszul lettek tőle, és hasmenésük lett, nem tudom, ők diétás kosztot kaptak. De amúgy az diétást kell kapni, hogyha hasmenésed van. Hát jó, de ma azért elmedik, hogy kifossa a lelkét, azért szarkot. Hát ez az, hogy utána helyre kell rakni a bélflórádat csak. Ez nem úgy hát megy. Ez nem biztos, hogy ez az egyen lesz, hogyha jól hallottam a Dr. Schwabnál. De amúgy ilyen szerintem előfordul. Bármikor, bárhol előtt hát fordulni, csak a mégis. A Szent Imre kórházban is kéne egy ember, aki a kézrátételen meggyógyítja azt. Hasmenést. Igen, ez is van. És mi történt Győrben? Hát Győrben meg úgy volt, hogy elromlott egy sugárterápiás gép, ez egy Győrben egy olyan kórház, ahova hát elég messziről hordják a betegeket ezekre a kezelésekre, és hát hívták a szerelőt, de hát kiderült, hogy gondoltad volna, drága megszerelni egy ilyen sugárterápiás gépet, úgyhogy hát így húzódott, hogy mikor javítsák meg, és hát volt egy másik gép, úgyhogy többet kell sorban állni. Hát ugye mi az a kórházban egy betegnek, akinek az élete múlik azon, hogy mikor jut kezeléshez, aztán elromlott a másik gép. Hát, úgyhogy már nem kell sorba állni, mert haza lehetett menni és semmit tenni. Amúgy egy másik osztályon a szülészeten pedig január óta nincs fűtés és meleg víz. De most mit csináljunk? Hát most, na, lehet el lehet küldeni ingyen Reikire őket, vagy mi ez? De megoldaná sok mindent, ez a sok tudományos módszer, meg ilyen eszközök. Nem egyszerűbb, hogy csak ott lefekszik valaki, és egy napos képzés után egy ember rárakja a homlokára az ujját, ezt meggyógyítja. Most mit kell itt ezért mindenféle hírséget? Van ránctalanító, meg pénzenergiás, de van rákellenes üzés? Van minden, soki. Ezt, a rákot most ez pont nem gyógyítja, legalábbis nem nyilvánosan nem mondanak ilyeneket, mert az perelhető. Szerintem. Lehet, hogy az kétnapos képzés is kéne, de például van, aki gyógyítja, az a nő, akit még azt is néztem pár hónapja, ő ilyeneket is állít, hogy ezeket is gyógyítja, és az már eléggé. Nem tudom már melyik spiri vonal volt. De hát van egy csomó spiri vonal, ami gyógyítja a rákot nyilván. Ja, én itt át szerettem volna már lassan vezetni arra, hogy mire nincs és mire van pénz, de látom, hogy van valami, ami kikívánkozik belőlem. Ez kikívánkozik belőlem, hogy még mi van, hogyha már a spiri bullshit mellett más bullshitek is vannak, akkor tömegesen perelnek be házi orvosokat az oltásellenes szülők, járványügyi biztonságot is veszélyeztetve. Hát ez van most. Járványügyi vészhelyzet lesz újra, de miért perelik be a házi orvos? Azért, mert van egy ilyen szerintük kiskapu, de ez nem úgy van, de hogy elméletek az orvos mondhatja azt, hogy nem adja be az oltást, hogyha ez orvosilag indokolt. Meg hogyha az ő lelki ismerete, nem? Nem. Az orvosilag indokolt. Ez a kötelező oltás, ez kötelező. Nem véletlen van, mert a kötelező a nevében. De azt nem muszáj, mint... Na jó, oké. Okay. Kötelező... Azt hogy vallásra hivatkozva azt mondhatja az ember, hogy ő nem. A kötelező a nevében, az mond valamit. És akkor utána ugye egy csomó ember megy a gyerekével, hogy ő akkor nem akarja beadatni, de hát nem indokolt orvosilag egyáltalán, és akkor ezért feljelentik. És gyakorlatilag már... Ezt a pert, ezt nehéz megnyerni, amikor orvosi indokot kell hozni. Egyik oldalon ott egy orvos, aki tud orvosi indokokat mondani, a másik oldalon pedig ott egy ember, aki nem orvos. És ezt így büszkélkednek egymással ezek az oltástagadók, hogy hogyan jelentik fel az orvosokat. Facebookon gyűjtik, hány embert indítottak, és vannak honlapok, ahol rendes ilyen útmutató van, hogy hogyan kell akadályozni az orvost, meg hogyan kell segítenek, hogyan kell föl. Tessék gyermekvédelem, hogyha már ez szóba kerül, vagy nem kerül eleget szóba amúgy, de az, hogy szülők önkényesen ugye azon küzdenek, hogy a gyerekük ne kapja meg az oltást, ami miatt rengeteg betegségtől már nem kell félnünk, az például az is egy gyermekvédelmi szempont, hogy az idióta szülők veszélyeztetik a gyereküket, és ezzel minden gyereket amúgy. És amúgy arról is szól a cikk, hogy érdekes, hogy tudod, vannak, akik a COVID-szkeptikusoknak állítják magukat, valahogy nagyon sokan konvertálottak oltásellenessé. Gondoltad volna? Én meg Mohács tagadó vagyok. Szerintem nem volt mohácsi csata, és sőt, az sem biztos, hogy Mohács létezik, ahogy Tolna megye amúgy, csak ez meg nem ott van, de mindegy. Akkor már két hely van. Ja, hát Tolna megye az olyan, hogy Tolna megye volt tagadó ma ott valaki? Vagyok.
Soha senki. Amúgy az Age Bomber Guy-nak ugyancsak van egy videója az oltás ellenességről is, ahol lebontja, hogy honnan indul ki ez az egész, nem tudom, hogy megnézted de már. Az egész arról szól, hogy van egy csávó, aki bizniszt akart abból csinálni, biznisz, hogy az oltásokat ne egyben, hanem így szétosztva adják be, és ő legyártotta volna ezeket a vakcinákat, amik teljesen elválasztva egymástól lehet beadni, és akkor így évekre elhúzódott volna ez az oltási szakasz, ez az oltási folyamat, és ehhez egy ilyen irgalmatlan nyomorultul összefabrikált orvosi jelentést készített, amiben kb. 10 gyereket vizsgált, akik közül kiderült, hogy a többsége valójában benne se volt ebbe a program, nem is kapott semmit. Ő fabrikálta össze az adatokat, van hozzá egy valami német orvos, egy bolond, aki odarángatott, beleírt a könyvbe ilyen hülyeségeket gyakorlatilag, amit szarral föl lehet írni a WC falára olyan szintű. Innen jön az autizmusos dolog? Igen. Ez a bizonyíték annak, hogy autizmust okoznak az oltások, meg hogy a higany, meg nem tudom. Emiatt annak az embernek amúgy el is vették már az orvosi engedélyét. Már, a háttérhatalom? Igen. Valószínűleg nem a többi orvos, aki tudta, hogy mi van oda leírva, elolvastak, és azt mondta, hogy te hülye vagy? Meg amikor jelentkeztek az emberek, akik elvileg benne voltak, akik a tesztalanyok voltak, és mondták, hogy ők nem tudnak semmi ilyenről, de nem voltak ott. Úgyhogy meghamisította ezt a jelentést, amiből az egész... Nem félelmetes, hogy mennyire nagy hülyeség tud kinőni belőle? De amúgy az. Nem rémisztőbb aznak, hogy minden... És mi lesz, amikor tényleg egyszer lesz egy oltás, ami viszont valami problémát okoz? Akkor arról majd nem tudunk úgy beszélni, hogy ne ezé legyen, ne alulsipkás idiótának nézzenek minket. Az a kedvencem, hogy itt valaki állítja, így ezeken a honlapokon ugye útmutatókat készítenek az oltásányos csoportok, hogy a szülők lassítsák a rendszert, amik azt így, még nagyon hiányzik ennek az orvosinak. Nincs túltervelve. Ha valami hiányzik ennek az egészségügyi rendszernek, azt, hogy még lassítsák, bazeg. A nem oltottak minden tekintetben, minden egyes oltás esetén, minden életkorban mindig jobban szerepelnek, mint az oltottak. Miben? De ez ennél primitívebbet meg nem is lehet mondani, hogy a nem oltottak mindig mindenben, mindenkor jobbak. És így jó, de ez... Több csajuk van. Nem tudom, ez... Mindenben? Ádám, többet tudnak dekázni. Ennél tudományosabb dolgot én még nem hallottam. Én ilyeneket szeretnék hallgatni, hogy ez mindenben jobb. Amúgy halálozásban lehet, hogy tényleg, de hogy a tény, hogy a kutatások bizonyítják, a kötelező gyerekkori oltások csökkentik az oltással megelőzhető betegségek előfordulását a kötelező jelek bevezetése előtti helyzethez képest. És itt vannak példák arra, hogy például sokat mond, hogy a kanyaró vakcina előtt évi 500 ezer volt, vakcina után 62. Igen, a megbetegedések szóval. Igen. Szóval... És az oltás ellenesek miatt amúgy elkezdtek visszajönni olyan betegségek, amit már gyakorlatilag kiirtottunk a földből. Ja, de... Mert már nem tudnak elterjedni, hanem csak így egy-egy embernél fölbukkannak. Annyira jó, hogy így vannak ilyen vívmányok, amit az emberiség kivívott, hogy borzalmas, kegyetlen betegségeket magunk mögött tudunk hagyni, mert átoltott a nép annyira, hogy ezekkel már nem kell aggódnunk. Erre jönnek vissza az idióták miatt, ez borzalmas. Igen, a gyerekbénulás is amúgy ilyen. Igen, jobban teljesítenek a gyermekbénulásban az oltatlanok. Alig várom már, hogy eljussunk oda, Ádám, az eredeti legenda vagyokban azok a fehérre mázolt technológia ellenes vademberek, hogy szaladgáljanak és verjenek szét minden. Mókás idők lesznek. Amúgy is terjednek az interneten a hülyeségek, de ez így a Covid miatt ugye azért kapott egy újabb lendületet az oltásánség. Hát Gödény György pártját megint bejegyezték amúgy az ére választásra. Igen? Ja. De Gödény Györgynek a szelét, ezt kifogta mi hazánk, nem? Igen, de közben meg nem tudom, azok a pártok már néha meglettek büntetve, és mégis valamiért visszaengedik őket, ami meg olyan furcsa, meg az ilyenek, tehát egy ilyen valaki erre buzdít, hogy gyakorlatilag halálos veszélynek tett ki a gyermekeidet. Úgyhogy amúgy kötelező az oltás. És vannak valahol oltások, amik nem kötelezőek, azt meg nyilván nem kapják meg ezek a gyerekek. Nem baj, hát majd a fejüket megfogja valaki, aztán rendben lesznek. Hidd el, abba hisznek. Gondolom, rögtön gondolom. Szóval abban hamarabb megbíznak, mint az orvosokban. De hogyha valami betegség van, akkor nyilván majd rohannak hozzájuk, hogy a gyógy is meg nagyon gyorsan, és még ők lesznek felháborodva. Még az egészségügyi témának a lezárásához, meg az, hogy mire van pénz és mire nincs, Hatházi Ákos kiposztolt egy képet, egy idős beteg, rokkant honfitársunknak küldte a kormányhivatal, aki egyedül ápolja a nála még idősebb édesanyját, hát ami ugye ez volt a kevésbé meglepő része. Azt mondja, hogy a rokkantságért és az ápolásért is kapna a hatalmas pénzeket, akkor kapna 87 ezer forintot, meg még 72 ezer, amúgy 73 ezer forintot. Az ápolási
díjra kapna 87 ezeret, de mivel rokkant, alapból kap 72 ezeret, ezért nem úgy van, hogy megkapja a kettőt együtt, 161 ezeret, vagy mennyit, hanem összesen 87 ezeret kap, csak a különbözetet kapja meg még pluszba. Tehát hiába rokkant és ápolja otthon az anyját, csak az ápolást kapja meg. Ja, és még adózik is belőle. Na, ezt nem azt kell kivonni egymásból a kettőt, és akkor csak összesen 14 ezeret. Akkor valószínűleg előbb megoldódna ez a probléma, talán nem azzal a megoldással, ami a legkorrektebb lenne, de hát mit tudunk tenni, Ádám? Hát ez nincsen pénz igazából sajnos, nincs pénz, nem tudunk bármire költeni, akármire. Szerencsére valamire azért van pénz ebben az országban, mert 75 milliárdos ez szerződést kötött a Balázsi Gyula cégével az állam, aki a reklámokat csinálja? Hát igen, meg rendezvényeket szervez, kommunikációra és rendezvényszervezésre van ez a szerződés. Plakátokra és békemenetre? Vagy hogy fordítsam? Gyakorlatilag. Nem tudom, hogy pontosan a Balázsi Gyula cége melyiket csinálja belőle, szerintem nem ő neki köszönhetjük feltétlenül az összes plakátot. Nyilván ezeknek van valami leosztás, hogy ki melyiket pakolja ki, de például mondjuk olyan fontos dolgokat csináltak meg, mint a turizmussal kapcsolatos találkozó, és akkor annak a kommunikációja. Mm. Ez nagyon fontos, hogy ezt az állam ezt így 75 milliárd forintból éves szinten nem menedzselje, úgyhogy ezt a eredményjelzőre kérjük felvezetni, mert ha valami odavaló, akkor azt hiszem, hogy ez odavaló. Mindenki ezzel kizárul ebből, hogy az állami megrendeléseket megkapja. Nyilván amúgy alvállalkozója szinten majd gondolom nem a Gyula fogja cateringet egymagába csinálni, úgyhogy tehát nyilván ezt nem is kell. Március végére összejött majdnem a teljes évre tervezett költségvetési hiány. De legalább kormány. Azt mondja, március végére 2300 milliárd forint mínuszban vagyunk. Ez nem olyan kevés. És azt néztem, hogy ugye tavaly nem álltunk ilyen rosszul, de tavaly év végére 5000 milliárd forint fölött volt a hiány. 5000 milliárd forint fölött. Ami ugye mennyi volt GDP-nek a 6%-a? 6,7%-a lett, ami hát már majdnem Gyurcsány szám amúgy. Gyurcsány érákban voltak ilyen számok, de hát ja, hát nehéz idők voltak most, ezek volt egy nagy háborús infláció a Gyurcsány miatt. De a Gyurcsány időszakának a végén volt egy világválság, ami most is van. Csak most a Gyurcsány miatt megint. Megint a Gyurcsány miatt? Hogy nincs különbség. És amúgy tényleg ugyanaz van, mert azelőtt a világválság előtt is sikerült a Gyurcsányéknak jól kiköltekezniük, amivel tönkretették az állam háztartást, és ugyanezt megcsináltak az Orbánék is, hogy ne veszítsék el a választásokat, mert úgy féltek a Márki-Zaytól, mint a tűztől, mint ördög a tömjén füsttől, úgyhogy muszáj volt az összes pénzt elszórni, amit lehetett, és akkor utána hát furcsa módon nem állt helyre a gazdaság, hanem amikor jött egy világgazdasági kilengés, akkor a falhoz baszódott az egész, és hát 5000 milliárd forintos hiány, amivel kapcsolatban csak arra szeretnék kitérni, hogy ez a GDP 6,7%-a, ez azért sok, de nem tűnik olyan katasztrofálisnak, nem? Tehát ezt hozzászoktunk, hogy GDP 2-3%-os hiány az így mindig van. Amúgy ez az a baj, ez a valóság, amikor szembe jön, mert el lehet hazudni mindenfélét, de amikor ott vagy, hogy legatyásodtál, azt már nem lehet hazudni. Tehát tudom, utána el lehet küldeni a megafon, és akkor a trombitás feltrombitálhatja azt, hogy ezért milyen jól él a magyar, de pénzt azt még ők se tudnak csak úgy szarni, hogyha már. Szóval az, hogy ilyen hiányok vannak itthon, vagy az, hogy március végére, az teljesítmény, hogy március végére elértük a tervezettet. Nem tanultak a tavalyiból, hogy sokkal többet tervezzenek? Ja, de az EU felé már elismerték, hogy sokkal több lesz ennél. Csak ezt így valamiért nem reklámozták a 75 milliárdos reklámkeret szerződésben. Csak én azt szeretném, hogy kiemelnénk még, Ádám, hogy tudod, mennyiből sikerült ezt összehozni? Tehát azt, hogy ez a 6,7% tavaly az 5000 milliárd, akkor tehát mennyiből dolgoztak, akkor ennek a duplája majdnem a 10%, tehát mondjuk 8000, tehát akkor 80 000 milliárdból? Vajon? De valójában a tavalyi költségvetésnek a bevétele 36 000 milliárd forint volt, a kiadása pedig majdnem 40 000 milliárd. Így hozták ezt össze. A hiányt 3400 milliárdban határozták meg, ebből lett az 5000. De hogy érted, miért a GDP arányba számoljuk ezt, hogyha a kiadásod, a bevételed amúgy tavaly 36 000 milliárd volt, idén 38 000 milliárd forint. Miért nem ehhez képest számoljuk a hiányt? Miért van az, hogy a költségvetésnek a
a 10%-át nem tudjuk megoldani. A költségvetésben egy akkora hézag van, hogy 10%-os. Ha keresel 500 ezer forintot, és minden hónapban 550 ezeret költesz, az nem. Hogy fenntartható? Kínai hitelekből. De most nem arról le kéne fordítani, valakinek kéne egy ilyen magyarázó videót csinálni, hogy mondjuk egy háztartásra lefordítja, hogy hogy állunk itthon. Milyen hiteleink vannak, amúgy már rengeteg hitelünk van, milyen hitelköltségeink vannak, milyen hiányaink, és hogyha lefordítanánk egy háztartásra, hogy hogy áll a Magyarország, az lehet, hogy úgy értelmezhetőbb lenne, megpróbáljuk mi is megcsinálni ezt a videót, és lehet, hogy sokkal rémisztőbb lenne, hogy bazzeg ezt, hogyha ugyanígy állnánk, és ugyanígy állnánk hozzá egy háztartásban, akkor mindenki a fejéhez kapna, hogy bazzeg, ez nagyon nagy szarba vagyunk, csak ők ugye ezt el tudják mi is másolni. Miközben ugye ott van a család fő, kurva szarul állunk, de közben azért megveszi a drága öltönyt, hogy a gazdagnak tűnjön. Megveszi a szarokat, amire nincs, miközben a kajára nincs rendesen pénzünk, de azért hirtelen a haverjaival el tud menni a vadászházba. Mint a Szabó Péter, nem? Hogy így mindig azt mondta, hogy nagyon szegények voltak, de akkor is így megpróbálta bevonzani a pénzt. Végül is lehet, hogy ezt csinálja Orbán is, hogy a pénzenergiát próbálja bevonzani az, hogy költ. De amúgy én biztos vagyok benne, hogy ennél bonyolultabb ez a rendszer, mint hogy én most azt mondom, hogy 40 ezer milliárdos kiadásunk van, vagy 38 ezer milliárdos bevételünk, és hát 5 ezerrel többet költünk, vagy idén még ki tudja mennyivel többet. Hogy ez nem ennyire egyszerű, ez nyilván valamennyi ebből el fog inflálódni, meg nem tudom, ezt valaki, aki ért hozzá, biztos el tudja mondani, de azért mégis az, hogy a GDP arányban határozzuk meg, nekem egy ilyen laikusként azért egy kozmetikázásnak tűnik. Attól még, hogy mennyi értéket teremtett ez az ország, attól még nem az összértékhez, tehát nem az összértékből vonódik ezzel. Ez kizárólag az államháztartásnak, aminek a bevétele 38, abból hiányzik 5, ahhoz képest még hiányzik 5. És amit mondasz, hogy meg kell nézni, hogy hogy állunk, szerintem ez sem egy jó hozzáállás, mert hogyha mondjuk azt mondom, hogy hát igen, hogyha félmilliós fizetésem lenne, akkor ezt tudnám megcsinálni a lakásom, meg azt, meg ilyen kocsim, meg nem tudom. De így, hogy csak 200 ezer a fizetésem, így sajnos ilyen minőségű otthonban kell élnem, ilyen minőségű eszközöket tudok venni magamnak, ilyen mennyiségben tudok eljárni szórakozni. De itt nem az van. Hanem az van, hogy bőven túlköltekezünk azon, amennyi pénzünk van, és mellett nem tudjuk megjavítani Győrbe a két sugárterápiás gépet. Ez a kurva szomorú szerintem ebben, hogy amellett, hogy túlköltekezünk, semmit nem költünk arra, amire kéne költeni. Amellett, hogy nincs pénzünk kenyére, quick drinkeket veszünk. Igen. 900 forintért. Amúgy most leteszteltem mind a három barni italt. Nekem annyira nem az én stílusom ez. Kicsit érzem az édesítőt, és én attól ki vagyok. De hát egy csomóan szeretik a zero kólát is, pedig én szerintem ott is nagyon érezni az édesítőt. Szerintem kicsit drága, de hát lehet, hogy valaki szereti, hogy furcsa, kevés a kalória benne, meg az ízét. Hát valószínűleg egészségesebb, mint a energiaitalok, meg nem tudom, nem? Talán a narancsos íz lett a legjobban, azt kell mondanom. Utána ez a blue, és utána talán a zöld. Ez egy olyan fiatalosabb ital, én meg öreg vagyok, én már ilyen izé. Á, az lehet. Ugye nem ja. Ismered pedig, hogyha lenne nálad egy gördeszka, akkor értenél minden. Így van. Figyelj, úgyis most kell valamit találniuk a energia után, meg belesztilt vagy a 18 év alatt. Ebben nincsen se koffein, se izé, szóval... De szénsav van, ja. Úgyhogy egészséges testvéreim, sajnos. Sajnos ebben a hónapban nekünk kimarad. Tudományos kísérlet, utána meg 80-20, mert ugye ez életmódváltás. Majd erről is beszéljünk még egy kicsit holnap, mert annak küldött mindenféle összefoglalót, hogy miért is csináljuk ezt, mi a tudományos háttere, hogyha akartok erről egy kicsit többet tudni, akkor elmesélem. És hát miért ne akarnátok, mert valószínűleg sokkal egyszerűbb mindent tartani, hogyha értitek a hátterét. Anna meg ezt már megcsinálta nekünk ezt a kutatást, úgyhogy tessék nektek, már csak házhoz kell jönni az információért. Már ezzel a high note-tal zárhatjuk. Több mint 10%-os túlköltekezésben élünk. Nem tudom, miért a szénsavas üdítővel van baj, azt tényleg azt elmagyarázom. Nem a szénsavval van a baj. Úgy tűnik, hanem általában a szénsavas üdítők, hogy ezekkel feleslegesen sok egyszerű cukrot viszel be, amire nincs szüksége a szervezetednek. A light zero verziók pedig, bár nem tartalmaznak cukrot, csak az édességvágyat fogják tovább fokozni, nem beszélve a mesterséges édesítőszerekről. Elvileg van ilyen hatása is, hogy ugye, ha bár nem jut be cukor a szervezetedbe, de a hülye majomagyad, az meg érzékel, hogy édes, és akkor nem tudom, elkezdenek valamik így dolgozni a szervezetedben, amik cukrot bontanának.
de nincs ott cukor. Igen. Cukorbontó cintányéros majmok, de nincs ott a cukor, úgyhogy csak így nem mondanak semmit, és legjobb esetben ez csak energiát éget, de valószínűleg nem egészséges, mert... Ja persze, hát a víznél... A víz nem az, megfelelően működik. A víz az azért nehéz azzal versenyezni. Milyen gépek vagyunk, ezzel akarom zárni. Szargyártó gépek. Igen. Az egyetlen, amit az emberi szervezet konstans, kiszámíthatóan, megfelelően, biztosan elvégez, az a szargyártás. Igen, beviszel finom ételeket, és szart meg húgyot csinál. Akármilyen beteg vagy, akármilyen rosszul működik a rendszer. Meg zsírt, meg mindenféle dolgot. Meg hülyeségeket az internetre. Igen, amúgy bele kell gondolni, hogy inkább csak abba, hogy abba, amit beviszel a szervezetedbe, abból rak téged össze. Úgy ügyetek be a szervezetekbe dolgot. Édesítőszerből, cigiből és hellből felépült szervezetek vagy. Hát, sokat meg is magyaráznám úgy ezek az emberekkel kapcsolatban. A komment szekcióban. Ezekkel a bölcsességekkel utatokra engedünk titeket, de nem sokáig, mert holnap reggel mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.